Üzenet tudják, hogy több mint 1,3 millió vakcinát vesz a magyar állam minden évben, és azt szeretnénk kérni a lakosságtól, hogy vegye igénybe azt a lehetőséget, hogy beoltassa magát. Tudniuk kell, hogy az egészségügyi dolgozók és a 60 év felettiek számára az oltás ingyenes. Nyilván az influenza gyakran ez a mi fejünkben úgy van, mint egy viszonylag könnyű lefolyású betegség, azonban sok ember számára sok szövődményt tud okozni, és azzal, hogy beoltatjuk magunkat, azzal másokat is védünk. Különösen szeretném kérni az egészségügyi dolgozókat, hogy éljenek ezzel a lehetőséggel, hiszen számukra ez ingyenes. Az influenzára sajnos úgy tekintünk, mint egy banális felső légúti fertőző megbetegedésre, azonban, hogyha belegondolunk, az influenza a emberiség legjelentősebb részét érintő újkori járvány. Ez ellen nekünk harcolnunk kell, és meg kell tenni minél többet annak érdekében, hogy visszaszorítsuk ezt a járványt, ezt a fertőző betegséget, és azokat a súlyos és fatális következményeit, amelyek megfelelő rizikócsoportokban kialakulhatnak, ezeket minimalizálni tudjuk. Ez a minimalizáláshoz segít hozzá ez a védőoltás, ez a vakcina, amely egyrészt a megfelelő rizikócsoportokban hozzáférhető, erről adtunk két nappal ezelőtt is tájékoztatást. Másrészt szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy azok, akik ezekkel a rizikócsoportokkal kapcsolatba kerülhetnek, úgy, mint egészségügyi dolgozók, úgy, mint szociális ellátást végző kollégák, úgy szintén ingyenesen igénybe vehetik ezt az oltást, és az a kérésünk, hogy ezzel lehetőség szerint éljenek is.